Jó estét mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit az elvonulásunk első darma beszédén. Mondjuk el az ómnám mantrát hétszer. Om. Köszönöm szépen! Várhatnátok egy klasszikus zenbevezetőt a több mint két tucat téli elvonulás tapasztalata után, de nem ezt fog következni. Egy olyasféle bevezető következik részemről, amely a leglényegét fogja kimutatni ennek a három hónapnak, és az egyetlen szó: törekedj! Törekedj, és törekedj! Egy elvonulásnál ezen kívül három szabály van. Az első, hogy az adott napon kezded el, amikor eltervezted, és az adott napon fejezed be, amit először eldöntöttél. Nincs váltás. Ha a kettő közt mégis lejönnél a hegyről, az azt jelenti, hogy téged hoznak, mondjuk hordágyon, vagy ilyen kerekes kocsival. De a saját lábadon azért nem jössz le, mert pontosan tudod, hogy az az erőfeszítés, amit teszel, az messze nagyobb, mint te vagy. Ezért mész föl a egyre. Mivel bőven meghaladja a saját énségedet az az erőfeszítés, amit teszel, pont a fordította kell ahhoz képest, amit megszoktál mondjuk egy sima földi teljesítménynél. Felcsavarod az én erődet maximálisra, átmész fizikai és lelki fájdalmakon, és akkor te lettél az első, vagy a második vagy beértél a célba. Egy elvonuláson ezzel az én erővel nem boldogulsz. Körülbelül két-három hét, amíg ezt én erőből bírod, és utána pedig elindul olyan a harmadik, negyedik hét között egy olyasféle belső karmikus átrendeződés, amit azok, akik csak énségből dolgoznak, nem bírnak ki. Ha itt voltál pár 90 naposon, pontosan tudod, hogy mi a különbség a hogy te teljes időben a darmateremben ülsz, vagy pedig néha jössz, néha mész, mert segítesz reziként, bejáróként, stb. Ez nem volna a visszavonulás értékéből, de nem helyez olyan karmikus nyomás alá, mint azok, akik ugye napi 8 órát csak meditációval töltenek, és ehhez még az éneklés, étkezés, egyéb munkák itt vannak. Tehát az első és legfontosabb szabály az, hogy nem adhatod föl, miért, mert eldöntötted. És az életben általában a jó döntéseket szeretjük végigvinni, és a rossz döntéseinket szeretnénk feladni. Ez a konvencionális gondolkodásmód. És kiderül, hogy te akármilyen döntést hoztál és ide jutottál, az a jó, ha végigcsinálod, és az a rossz, hogyha föladod. Tehát az életben is előbb-utóbb eljön az a bölcsesség, hogy nem az a jó döntés pusztán, amit szeretsz és amit tetszik, hanem az a jó döntés, amit végigcsinálsz. Ettől lesz jó. És az lesz a rossz döntés, amit föladtál. Miért? Mert nem csináltad végig. Legyen ez egy tevékenység, egy kapcsolat, egyéni, páros, családi, csoportos. Ha végigcsináltad, kiderült, hogy jó döntés volt. Kiderült, hogy legalább tanultál belőle, még akkor is, hogy esetleg szenvedtél közben. A uram, bocsá, akaratlanul másokat is szenvedtette. A második szabály az, az, hogy ami a hegyen történik, azt hagyd a hegyen. Ne hozd le a völgybe. Tehát ha te abból az énségből, amit fölvittél a hegyre, bármilyen alakváltozatot visszahozol, akkor teljesen hátba lőtted az eredményedet. Hallhatsz olyan emberekről, akik voltak rövidebb, hosszabb elvonuláson, és utána elkezdték mesélni a kalandjaikat, a nagy belső utazásaikat, a látásaikat, az élményeiket, és hogy ők milyen elképesztő tudatszinteket értek el. Na innen tudod, hogy teljes kuka, teljes csőd. Tehát még rosszabb, mint volt. Hogyha fönt tudta hagyni a hegyen azt, ami történt, akkor teljesen megtisztult nem énséggel jött le. De ha nem tudta fönhagyni, akkor még több karmát hozott le az izsákjában, mint amit fölvitt, sőt, speciálisabbat, mert van miről mesélni. Tehát hagyd a teremben, ami a teremben történik, és ne üzenj senkinek, hogy te mennyire megváltoztál. Majd a világ megmutatja. Majd a kapcsolataid visszajeleznek. És ha nem jeleznének vissza, úgy még jobb is, mert nem kell dönteni, hogy most jót mondtak, vagy sem. És a harmadik, az ehhez szorosan kapcsolódik, ne formálj új identitást. Tehát ez azt jelenti, hogy te ne hidd, hogy te valaki nagyszerűvé váltál. A templomi szabályainkban rengeteg gyönyörű költői tömör tanítás van erről, és idézem Pajcsang zenmestert, ne képzeld azt magadról, hogy egy nagyszerű és szabad ember vagy. Ez nem a zen szellemisége. Tehát te egyedül ezt az egészet nem tudod megoldani, de mégis rajtad múlik. Rajtunk múlik. Minden egyes egyénen, individuumon múlik, hogy ez a társadalom, ez a föld hogyan működik. De ha te azt érzed magadról, hogy egy ilyen nagyszerű és szabad és fantasztikus ember lettél, akkor valamit nem vettél észre nem vetted észre a szomszédot, nem vetted észre a szomszéd várost, a szomszéd országot, nem vetted észre, hogy még mennyi munka van ahhoz, hogy tényleg egyszerű és tiszta emberek legyünk, és aki ezt a nagyszerűt, meg szabadot, meg felébredettet legyártja magának, lincsit idézve olyan, mintha egy vödör szart borítana a saját fejére. Úgyhogy én azt tanácsolom, hogy egyiket se tegyük, hanem Simuljunk bele abba az áramlatba, ami a Kjölcse maga. Mindenféle önös gondolkodás és önképalkotás nélkül tegyük azt, amiért idejöttünk, és amelyet olyan egyszerűen, tisztán, technikailag is, szellemiségében is megtanítottunk. Ha kell, újra tanítjuk. Miért? A zen nem egy olyan út, ahol te lineárisan eljutsz A-ból B-be hanem egy olyan út, ahol folyamatosan visszatérsz a dualitások elé. És ez a folyamatos meghaladás valójában visszatérés. Visszatérés ahhoz a tudathoz, amely nem gondolkodik, nem állít föl A és B pontot, és éppen ezért mindig kezd. Amikor azt hallom az interjú szobában, a konzultációs résznél, hogy jaj, szúnyim, nem megy a meditáció, mondom, hála Istennek, mi lenne, ha menne? Még nagyobb probléma. Jaj, hát nekem ez nagyon-nagyon nem megy. Hát nem tudom egyenesen tartani magam. Igen, akkor már tudod, hogy görbén előbb-utóbb ki is fogsz egyenesedni. Nem tudok jelen lenni, mert állandóan az elmém elmegy a múltba, a jelenbe, meg a jövőbe, meg anyuhoz, meg apuhoz. Haza. Viszont akkor örülök, mert tudod, hogy valójában itt kéne lenned. Tehát tudod, hogy mit kell csinálni. Az, hogy most éppen nem megy, mellékes. De ahogy kezdtem ezt a bevezetőt, ha törekszel, akkor megvalósul, és a törekvés azért fontos, mert te hiába hoztál ide esetleg valami gyönyörű intuitív képességet, ha nem fejtesz ki erőt azért, hogy megszerezd, nem fogod tudni megtartani. Ez a baj a magaddal hozott karmával. Adottnak veszed. Azt hiszed, hogy az te vagy. És éppen ezért az előfeszítés hiánya az egyfajta ilyen spirituális állóvizet, egyfajta testpedést eredményez, amelynek a tételmondat az, hogy ja, ez már megvan. Én már csak itt üldögélek, meg énekelgetek, meg eszegetek, meg, meg úgy, minden úgy. Csak a többiek kedvéért jól érzem magam. Tehát az öncsalásnak, az önállításnak és az önáltatásnak rengeteg variációja van, ezt az elméd mind kipróbálja, alapvetően azért, mert unatkozik. És hogyha ezekre te nem fizetsz elő, akkor tényleg meg tudod azt tenni, amiért idejöttünk. És amikor arról van szó, hogy ébredj föl és segíts másokon, akkor a bölcs atyák, pátriárkák és ismeretlen gyakorló szerzetesek pontosan azt mondták, amit neked hallani kell. Kinek van kérdése? Jó pár hónapnyi gyakorlat után is az van, hogy percek alatt olyan szinten szétkap valami belőről jövő, nagyon mély és mocskos dolog, ami ez kérdésre, amit egyszerűen nem tudok koordinálni. És ezt nagyon hamar így el szoktam engedni, hogy legalább végig tudjam nyomni azt a 40 vagy 50 perces ülést. Nagyon szeretném ezeket a dolgokat felszínre hozni, és ezt a dolgot is semlegesíteni de úgy néz ki, hogy egyedül nem megy. Ez a mocskos karma, amit említesz, ez a legjobb barátod. Ugyanis megtanít felnőttnek lenni, megtanít tisztán látni, és ami nagyon fontos, megtanít nem azonosulni. Akinek ilyen rózsaszírmokkal illatozó, gyönyörűségesen jó karmája van, az nem fog olyan könnyen fölébredni, mert elhiszi. Nem lesz erős, mert gyenge marad, hiszen nem kellett erőfeszítést tenni, hogy leválasztódjon erről a karmáról és megvezethető lesz, mert ugyanúgy el fogja mások karmáját hinni, mint a sajátját. Tehát ez a mocskos karma, amelyik mindig szétkap téged belülről, jelenleg ez a tanítód. És ez arra tanít, hogy légy éber, ne hidd el, amit az elmét harákol, ne hidd el a saját dualisztikus hülyeségedet, és így másokért se fogod. És ez a tanítás, ez a kemény változat. Tehát a zennél előbb-utóbb szembe kerülsz azzal, hogy itt nincs mit magyarázni. Sőt, itt még tudni sincs nagyon mit. Itt arról van szó, hogy ahogy a zenbot ütését hallod, ez a pillanat segít megszabadulni. De hogyan csinálod ezt potütés nélkül? hogyan megy végbe az elmének az önkorrekciója mindenféle külső segítség nélkül. És ezért kell a kölcsönhatás. Ezért kell a tanítóval a interjú. Ezért kell az, hogy csoportban, egyénileg és interaktívan ugyanaz a tudat legyen. Ha csak egyik vagy másik környezetben gyakorlod, akkor a hiányzó rész nagyon nehezen pótolható. Tehát a zen az a szellemiségeknek még a harcosabb változata, nem pedig az ilyen elgondolható, fölépíthető, nyomogunk rajta, pár évszázad alatt még egy-két részletet kidolgozunk, és utána a jó drágán valami ezó szószal leöntve eladjuk. Ez visszahoz ahhoz a nyers kezdő világos valósághoz, amit te viszel magadban. És minél kevésbé vagy hajlamos elhinni a saját hülyeségedet, annál jobb barátod lesz ez a valami, ami szétkap téged belülről. Ezt nem semlegesíteni kell. Még csak nem is tudatosítani kell. Hanem úgy kell látni, ahogy van. Tehát, hogyha leveszed a szélsőségeket róla, ha leveszed az abszolút jó és rossz címkét róla, hogyha megszűnsz traumának vagy örömnek beállítani azt, ami ez a bizonyos hatás vagy karma, akkor az automatikusan a helyére kerül. Ahogy nagyon megjósolható az, hogy az ember egy boldogságkereső és szenvedéskerülő lény, ugyanúgy megjósolható az, hogy a személyiség egyfajta öntisztuláson keresztül az önmaga egységét keresi. Még akkor is, hogyha esetleg életeken keresztül nem találja meg. Még akkor is, hogyha nagyrészt a saját duális, megosztó szokásait követi. De észreveszi, hogy ez megosztó. Észreveszi, hogy ez szenvedés. Miért? Mert az egységre törekszik. Az egyensúlyra törekszik, hiszen ezáltal fogja ezeket a magas rendű minőségeket elérni az egyéválláson keresztül. Tehát az erőfeszítés pont erre a rusnya, undorító, téged szétkapó, a jelenlétedet darabokra törő valamire irányul, hogy mi ez. És mihely tisztán látod, azon a helyre kerül. Megszűnik elszigeteltnek lenni, abszolútnak lenni, valami másnak látszani, mint a többi karma, és elnyered azt a tapasztalást, hogy ezt is te teremtetted. Meglátod a kezedet benne, meglátod a gondolatodat benne, meglátod a szívedet benne, na és ilyenkor szokott borulni az önkép, hogy ez is én voltam. Ehhez én így járultam hozzá, ezért viszem a lelkemben. Nem okolhatom a környezetemet. Tipikus nyugati példa, jön ide az önismereti tanfolyamokon enyhén túlművelt egyed, és azt mondja, szuném, én már tudom, hogy azért vagyok ilyen, mert apám és anyám ilyenné nevelt. És akkor kénytelen vagyok megkérdezni az egyedet, és azt te megkérdezted magad, hogy miért ezekhez a szülőkhöz születtél? Neked az megvan, hogy nem születhettél máshova csak hozzájuk? Hogy csak ők lehettek az apuka és az anyuka? Hogy a saját karmát hozott téged oda azért, hogy apuka, anyuka és a környezet hatására te azt kibontakoztast, hasd? És ezt nem tehetted volna máshol és másokkal? Hogy a magadda hozott karmának egyébként nagyobb része van ebben, mint a környezeti hatásnak? És akkor Megvan az elájulás, hogy jaj, hát ő erre nem is gondolt. Ideje. Ideje nem a környezetet okolni azért, mert olyanok vagyunk, amilyenek. Vagy a társunkat, vagy a családunkat, vagy a társadalmunkat. Ezért van óriási jelentősége annak, hogy ezt a tiszta, egyszerű jelenlévő tudatot megtartod, amely olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör. Miért? Mert az ez előtt tornyosuló összes akadály megmutatkozik. 3D-ben. 24 képkocka per másodperc. Technicolor. Rémítő tisztasága. Ugye azért érdekes ez, mert valami szuper egyszerűre és bennünk már meglévő teljes tapasztalására törekszünk, és az összes akadály megmutatkozik kivétel nélkül. És úgy érzed, hogy nem haladsz. Pedig valójában ez a haladás. Amit kívülről haladásnak akarunk nevezni, az gyakorlatilag relaxációtól kezdve az imaginációig minden lehet, csak valójában nem egy realizációs praxis. Hanem egy kicsikét megnyugtatom magam, elszórakoztatom magam, egy kis kognitív vagy emocionális örömöt okozok magamnak, hogy enyhüljenek ugye a hiánytünetek, ugye? De ez nem tesz felnőtté. Te. Ettől te nem látod azt, hogy valójában mi vagy, mit hordozol, ettől nem tudod a saját karmádnak az izsákját letenni magad el, és egy kicsikét kipakolni belőle, hogy ugyan már. Úgyhogy nagyon-nagyon jó ez az élmény. Tessék csak megmaradni középpen, és látni ennek a karmának is az ilyenségét. Honnan jön és hová megy? Mivel van kapcsolatban? Mi az, ami növeli? Mi az, ami csökkenti? Nem adjal, látással. Belső látással. És akkor megtanulsz nem gondolkodni rajta. Nyugati doktrinák mániája, hogy tudatosítsuk, nevezzük meg, magyarázzuk meg, még jobban magyarázzuk meg, sőt, írjuk is le, és publikáljuk. Gyönyörű. Mit értél el? Lehet, hogy nem kéne megnevezni, mert akkor az elmének a profétikus, karmateremtő, önsorsontó mechanizmusai egyszerre érvényesülnek és nem kéne annyit gondolkodni rajta, meg kéne látni. Teljesen más, mint hogy állandóan, itt kognitíven nevezgetem, csűrölgetem, magyarázgatom, hajtogatom, átnevezem, stb. Ahogy Czungszánszönyi mondta angolul, don't check, ne ellenőrizgessél, ne aggodalmaskodj, ne akard jobban tudni. Oké? Okay? És akkor ez így kicsit megnyugtat. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt mondtad a harmadik pont, ne formálj új identitást. Egy korábbi beszédben az hangzott el, hogy önmagam vagyok, önmagam akadálya sokszor az úton, lebontom a falat, és abból a falból építek egy utat. Ez ilyenkor nem új személyiség formálás, tehát nem egy új személyiséggel tudok tovább menni, ha lebontom a falaimat? Igen, de ez egy természetesen kialakuló személyiség, és nem úgy, hogy az elméd építi újra a korábbi szokások alapján, vagy részben. Azok alapján. Úgyhogy a karmáddal való azonosulás az az önvaló tapasztalatának az akadálya. És hogyha lebontottad a falat, akkor ezen az úton mész másokkal együtt, és nem gondolkozol azon, hogy te éppen ki vagy. De látod az irányt, látod a helyzetet, látod a kapcsolatot, és látod a teendőt, vagy együttműködést. Tehát ne ugyanazzal a dualisztikus gondolkodással formáld magad újra, mint amivel az előző verziót elrontottad. Ez erről szól. Láttál már olyan fát, amelyik elkezdett gondolkodni, hogy jaj, hát milyen vastagok most az évgyűrűim. Jó nekem a tavalyi évgyűrű vastagság erre az évre is? Vagy kérjünk egy kicsit több csapadékot, hogy szebb legyen a fakéreg? Nem. A természetben ez nem így megy. Tehát, ha tudnánk olyan természetesek lenni, mint minden más emberi szinten, nem állati és növényi szinten, akkor nem lenne gond azzal, hogy az önkép az micsoda. A természetes haladás az úton, a felébredés és másokon való segítség kiformálja a személyiségedet. Anélkül, hogy neked ilyen duális szerszámokkal hozzá kelljen nyúlni. Viszont az, hogy te érzékelned, hogyha irányt tévesztenél, és nem teszed, nem gondolod, nem érzed, nem mondod azt, tudatosan, az kell. Mert akkor te olyas valakivé válnál, akivé nem szeretnél. Tehát aki lop, az tolvaj lesz. Aki öl, az gyilkos lesz. Aki hazudik, az hazug lesz. Aki illúziót kelt, az szélhámos lesz. És a kérdés az, hogy akarsz-e az lenni? És ha nem, akkor ne tedd, ne mondd, ne gondold, ne érezd. Mert ezen kívül karma más nincs, mint amit mi teremtünk. Tehát itt azért ez be van építve, csak nem úgy, hogy én, majd ez, majd az, meg siker, meg pénz, meg nők, meg csillogás, meg akkor én, és elértem, és hadkerekűzt, recslimó, amiért. Ne! ne. Ez, ez valahogy nem az út. Ezek ilyen különböző sugarú körben tripek, Ha, ha ez kell, akkor ne gyere ide. De hogyha az kell, hogy valami egyszerű és tiszta kiderüljön, az duális gondolkodással nem fogod fölépíteni. Tehát a bóthiszatvának nincs ilyen különösebb önképválsága, miért? Mert önképesen nagyon van. Jó? Igen, köszönöm. Szívesen. Hogy vesz észre az ember hogy megkímélje az első három hét felesleges munkájától magát, hogy én erővel dolgozik, vagy hogyha esetleg észreveszi, hogy tud ezen változtatni. Láttál olyat, hogy a csomolungmát, angolul Mont Everestet megmászok helikopterrel mentek az alaptáborba? Nem. Akkor nem felesleges az első három hét munkája. Soha. Keresztül kell rajta menni. És muszáj az alaptábor és az első közötti utat többször megtenni, egy kicsikét tréningezzél. Az alaptáborból néha egy-két hónapot kirándulgatnak különböző helyekre, mielőtt a tényleges mászást elkezdik. És nemhogy nem felesleges, ezen múlik az, hogy a halázónában nem maradjanak ott, hogy nem erüljenek ki, hogy a dehidráció ne vigye el őket. Úgyhogy nincs felesleges befektetett munka, ha az megfelelő szándékkal, motivációval és célral történik. Emlékszem a korai éveinkre. Nem olyan volt, mint a tipikus koreai szerzeteseknek, akik mondjuk arébb jöttek 100-200 vagy max. 500 kilométert, és akkor ugyanúgy koreai ételt ettek, koreaió beszéltek. Nekünk ez más volt. Mindent újra kellett tanulni. A nyelvet, az étrendet, a kultúrát, a viselkedésmódot, a gesztusnyelvet, mindent. Tehát ez otthon elhagyás volt a négyzeten, és a személyiség összes görcsének, lándzsájának és gödrének a meglátása, és a koreák annyira együttérzőek voltak, hogy ebbe az egészből nem szóltak bele, mindaddig, amíg a templom szabályait betartottuk, amíg együttműködtünk, amíg az alapdókat megcsináltuk. Semmi sietség. És az első évben te nem voltál senki és semmi. És úgy gyakoroltál, hogy fogalmad nem volt, hogy a mester úgy észrevesze, hogyha felteszel egy kérdést, akkor mit válaszol? Azt se tudtad. Azt tudtad, hogy van mit enni, van hol aludni, van mit fölvenni, van mit gyakorolni, és belül van mit ledolgozni. Kész. És tetted a dolgodat. Sokan. Mindennyian így csináltuk. És akik a darma útján maradtak, azok rájöttek, hogy milyen áldásos, gyönyörűséges állapot az, mikor te éppen nem vagy senki és semmi, de tolod bele az energiát ezerrel, anélkül, hogy tudnád, hogy mi lesz három hét után, három év után, harminc év után. És pontosan elsajátítottad azt, amit itt mindenkinek kell, hogy attól lesz ez valami, hogy beletolod az energiát, és nem attól, hogy tudod, mi van a harmadik hét végén, vagy a harmadik év végén, mert általában nem az lesz. Amit előre tudsz, elképzelsz, akarsz, nem az lesz. És amennyire tartod ezt, amennyire ragaszkodsz ehhez, pontosan akkor át fogsz csalódni. Úgyhogy irányt tartunk, ideálokat nem építünk, és nincs olyan munka, ami megspórolható. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Én a leborulásról kérdeznék, hogy mit jelent az, hogy tudatilag beletegyük magunkat, tehát hogy mi különbözteti meg a Sporttevékenységtől a leborulás. A sporttevékenységnél te be akarsz érni a célba, be akarod lőni a gólt, le akarod győzni az ellenfeledet. Itt semmi esmi nincs. Szunkszán zenmestert idézem, a karmádat hátrahagyod, te is az univerzum egyév váltok. Ez a leborulás legrövidebb definíciója. Még tovább, a felsőbb ént, ami az éntelen, ami a butha, ami a nem név és nem forma, azt magad fölé emeled. Az apró picikek is személyiséged fölé, amely így még kisebb lesz. Eltűni nem fog, de elég, hogyha egy ilyen kis zöld borsó szem nagyságra összemegy. A hatalmas, nagy zöld halk helyett. Van egy kis különbség. És amit észrevettünk, hogy energetikailag ez fantasztikusan tisztít, mert amikor helyes légzést tartva lemész, és följössz, megint lemész, megint följössz, akkor ez a mikrokozmikus energia akkor elkezd a megfelelő irányban szépen haladni, mint egy nagy láthatatlan folyó. És elmossa az összes szennyet a csakráidból, és kitisztítja a tudatodat. Alapból mi 108 leborulást csináltunk meg Amerikában és Koreában is minden reggel. Ez itt opcionális. Azért is kezdünk ebben az elképesztően késő, ilyen álmos, kócos fejjel felkelő ötórás időpontban, ami hát ilyen hasamra süt a nap Koreában, hogy legyen idő előtte is gyakorolni, hogyha szeretnél. Azért vannak ezek az elképesztően hosszú szünetek, tehát ez a másfél óra, hát ilyet nem látott a világ. Hát annyira lazák vagyunk, hogy, hogy nagyon. Úgyhogy nem azért van ennyi szabad időt, hogy te itt hepázzál jobbra-balra, hanem azért, hogy az extra praxissal még bele tud tenni azt, ami neked is kell. Az az alap, hogy a közös praxist megcsinálod. Mindig ez volt az elsődleges, hogy a közös időrendet teljesen kitöltöd. Na, ha azon kívül van még egy kis nyelgáz, akkor többet borulsz, esetleg kint többet énekelsz, és a többi. A leborulás elképesztően fontos, hallhattad korábbi tanításban, hogy olyan, mint a jégtörés. Anélkül hiába melegítgetnéd a jégtömböt, vagy fújkálnád a felhőket, semmi nem történik. Meg kell törni a jeget. Vagy a szenvedés tör meg, vagy a gyakorlat, néha mindkettő. Az lenne a kérdésem, hogy ha otthon esetleg van-e olyan gyakorlás, vagy tudsz -e valami tanácsot adni, hogyha visszatérünk, akkor esetleg már egy kicsikét ráhangolódva tudjunk visszajönni, vagy csak egyébként megérkezünk, és nem baj lesz az, hogy esetleg a kinti életből bejövünk. Van-e valamilyen tanácsot, hogy esetleg tudunk otthon ezzel az úgy Az nem fogadkozni? baj, ha te egyszerűen ide visszajössz a kinti életből. Még akkor sem baj, hogyha nem tudtál gyakorolni. De ha tudsz gyakorolni, akkor némi leborulás, némi éneklés és némi ülés az kell, hogy kicsit karban tartod magadat, és látod azt, hogy odakint akármennyire is erősen, határozottan gyakorolsz, amit én kívánok nem csak neked, hanem mindenkinek, nem olyan, mint a templomban. Nem olyan, mint amikor egy szanga együtt nyomja. Úgyhogy a külvilágban az az otthon végzett gyakorlat, ha jól csinálod, akkor azért hoz ide vissza, ha rosszul csinálod, akkor meg azért. Úgyhogy tessék, gyakoroljon! Igen, köszönöm ezt a részét ismerem is, mert azért is térek vissza mindig ide, mert otthon más, mint itt közöttetek lenni, csak sajnos nem tudom megtenni, hogy 90 napig itt legyek, és azért érdekel. Nem baj. Hogyha... az egyik leglelkismeretesebb gyakorlónk, és a kötelességtudatod az példájértékű. Úgyhogy várunk vissza. Köszönöm szépen. És köszönjük nagyon fontos az irányvétel, és néha úgy érzem, hogy ezt egy picit elveszítem, különösen akkor, amikor arról van szó, hogy, hogy ébredjünk fel és segítsünk másoknak. Nagyon sok szenvedést látok, és olyan meddőnek érzem ezt az egészet, hogy segítsünk, segítünk, segítünk, de olyan, mintha egy, egy feneketlen valamit próbálnék megtölteni, és kiábrándít a gyakorlatból, és kiábrándít a munkámból is sokszor. Elmondok neked egy történetet. Ez a történet egy grófnőről szólt, a ma már nagyon ritka arisztokrata családok egyik leszármazottja, aki egy távoli, európai tengerparton egy óriási villában lakott, és több kilométernyi tengerpart volt csak az övé. Nagyon magányos, zárkózott természet volt, nem engedett közel magához senkit, és egyszer egy újságíró elhatározta, hogy ha törik, ha szakad, ő akkor is interjút fog ezzel a grófnővel készíteni. És elkezdte figyelni a házat messziről, távcsővel, és rájött, hogy a grófnő minden reggel fut a tengerparton. hogy, hogy nem a kerítéseken keresztül talált egy részt, ahol a kamerák nem látták, és a lézersugarak nem pörkölték meg, és nem üldözték a kutyák, és egyszer csak egy hajnalban, ahogy a grófnő futott, ő mellé futott, mosolyogva, hogy ne ijedjen meg a grófnő, és azt mondta, kedves grófnő, én nagyon tisztelem magát, és hónapokba telt, amíg bejutottam ide, válaszolna egy pár kérdésre. És a grófnő persze látta, hogy nincs itt semmi baj, mondja, mit szeretne. Nézze, amikor én néztem magát a távolból, akkor mindig a futás után, hogy sétált, egy-egy kajdló halat így bedobott. Ahogy néztem magát, és ezt a kajdlót visszadobta, nem gondolkodott azon, hogy hogy most éppen mit csinál, és itt milliónyi kajdló van, és mondja meg nekem, hogy mit számít az, hogy egyet visszadob belőle, és milliónyi pedig ott szárad, ott égeti a nap, ahogy a tenger kihorta őket a homokpadra. És ahogy mennek együtt, gyalogolnak, a grófnő fölemel egy ilyen kajdlót, és megkérdezi az újságírót, hogy mit számít? Ennek mindent. És visszadobja a tengerbe. Gyönyörű volt, köszönöm. Szívesen. A bizalomról szeretnélek kérdezni. Az egyik az, hogy aki magában nem bízik, az másban sem tud. És van egy másik dolog, amit pontosan nem tudok szó szerint idézni, de annyi, hogy ha valaki feltétlen bizalmat ad valakinek, akkor az a legnagyobb lustaság jele. A második kérdés egy terméketlen abstrakció, ezt kihaítjuk Az elsőnél van esélyed, hogyha egy kicsit konkrétabb vagy. Ismételd meg konkrétan az első kérdést. Ö, problémát okoz számomra, hogy azok, akiket közelengedek magamhoz, azoknak valójában bizalmat adjak, vagy pedig, hogy mennyi ideig adja meg ezt a bizalmat. Még mindig nem volt el, elég konkrét, de azt hiszem, hogy ez ma este nem lesz jobb. Úgyhogy én bízom benne, hogy megérted ezt a választ, hogy kapod. Én nagyon sokáig mindaddig bíztam az emberekben, ameddig hibát nem követtek el. És ez hozta a templomba a legjobb történéseket is, de a legrosszabbakat is. És megtanultam nem bízni, vagy nem bízni az emberekben. Tehát a bizalom vagy a bizalomhiány felé nem kilendülő tűvel pontosan a tisztánlátás nullpontján figyeled, hogy az az adott illető mit csinál, mit mond, mit érez, mit gondol, mit mondat, mit tettet, mit gondoltat és mit éreztet. És a kettő közt mennyi az összhang. És a személyiség integritásából lehet azt nagyon jól látni, hogy mennyire megbízható. Ha folyamatosan nem azt mondja, mint amit tesz, ha folyamatosan nem azt gondolja, amit mond, ha folyamatosan azt érzi, amit nem kéne tenni, de mégis megteszi, abban az emberben nem lehet bízni. Miért? Mert valójában ő sem tudna önmagában bízni. Tehát ez a fajta integritás az, ami a bizalom alapja, és nem az, hogy szimpatikus-e vagy sem, de bejöttek iszonyú rossz arcúak, és hónapokkal később fényesebb arccal távoztak. Bejöttek ilyen angyalarcúak, és rosszabbak voltak, mint a tolvaj. Ellopták az emberek bizalmát. Úgyhogy nagyon érdekes az, hogy kiben lehet bízni, és kiben nem, ezt előre ne döntsd el. Csak lásd, hogy az az illető valójában kicsoda. Az előbbi paraméterek szerint. Jó? Igazán köszönöm. Szívesen. Beszéltél arról, hogy félünk a haláltól, hogy az emberek félnek a haláltól, én is. De hogy utána mondtad, hogy igazából az élettől félünk. És hogy. De akkor miért félünk az élettől? Azért, mert elképesztő erő, érzékenység, állóképesség és változás kell hozzá, hogy ez tényleg éld. 24 és 30 éves korod között biztos, hogy belefutsz valami nagyobb válságba, aminek a teljes aláfestő zenéje ez: Mit tegyek az életemmel? Ki legyek? Mi legyek? ez így, hogy körülnézünk, ez borzalom. Nagyon jó dolgok vannak, nagyon rossz dolgok vannak, de hogy én mit keresek itt, azt nem tudom. Hogyan tudom elkerülni a szenvedést és boldognak lenni? Egy ilyen kis piszkafa vagyok, egy hatalmas nagy bolygón, és az emberek többségét soha nem fogom megismerni, megérteni, még megszeretni sem. Van egy pár ember, akit szeretek, egy rakás, aki közelemben ne jöjjön, és ez az egész bolygó így, ahogy van, nem felhasználó barát. Tehát ez előbb-utóbb eléri az embert. Ezért szoktunk félni az élettől, mert valójában nem ismerjük azt, hogy miért vagyunk itt. Ha azon nyomban rájönnénk, hogy miért vagyunk itt, akkor tennénk a dolgunkat, és nem félnénk attól, hogy úristen, mi lesz velem. Lesz mi tenni. Hát hogyha esetleg segítesz másoknak, és helyesen intézed az anyagi ügyeidet, akkor biztos, hogy lesz mi tenni. Ha egyik vagy másik hiányzik, akkor biztos, hogy nem lesz enni egy idő után. Úgyhogy a félelem az mindig a nem látás, a nem tudás, a helytelen gondolkodásmód, a helytelen hozzáállás következménye. És az élettől azért félünk, mert gyengék vagyunk, mert nem merjük a saját akaratunkat megacélozni, mert azt tanuljuk, hogy nekünk ilyennek vagy olyannak kell lennünk, és nem jövünk rá, hogy valójában mi a dolgunk ebben az életben, miért vagyunk itt, miért élünk, kiért élünk. Csak megyünk a változásokkal, igyekszünk valami kis tömör jólétet kikaparni magunknak, és ez itt megállt. De az, hogy valójában kik vagyunk, és mi az utunk, hogy egy egyáltalán van-e valami, ami bennünk túlmutat életen és halálon, az nincs. Érezzük szinte mindannyian, akik elég őszinték magukhoz, hogy van valami, ami ezen a láthatón, az érzékelhetőn túl van. És hogyha ezt megmerjük ismerni, akkor meghaladjuk az életet és a halált egyaránt. Ebből a meghaladó nézőpontból lehet az életet helyesen élni, és nem félni a haláltól, és a kettő közt óriás ez összefüggés. Ha te helyesen élted az életedet, és megismerted azt, ami meghaladja az életet és a halált, akkor nem fogsz félni attól, hogy leveted a testedet egy nap. Tehát tipikus példa az, hogy az emberek többsége a fájdalmat, a szenvedést és a halált ez teljesen azonosítja. Mert így vagyunk összedrótozva. De hogyha jobban megnézed, a fájdalom legtöbbször nem halálhoz vezet. Van olyan fájdalom, amiben nincs szenvedés, és van olyan szenvedés, amiben nincs fájdalom és a halál egyikkel sem hozható közvetlen összefüggésbe. Úgyhogy meg kéne ismerni az életet, magunkat, és azt is, ami túl van életen és halálon. És akkor nem félnénk egyiktől sem. Járnánk az utat. Segítenénk másoknak is az utat járni. És ebben azért el lehet ám merülni elég rendesen, tehát a bóthiszatva sose lesz munkanélküli. Mi vagyunk a buddhák közmunkásai, és ez nagyon jó. Sepregetünk a köztes létben, nem rossz. Mit csak? Találtam egy kis karmát. Hol a gyűjtőkosár? Egyéb kérdés? nagymamám nevelt föl, ő 60 évig élt egy olyan házasságban, ami normálisnak mondható volt abban az időben, de soha nem szerette a férjét, és a három gyerek miatt ő haláláig együtt volt nagyapámmal. Döbbenten tapasztaltam, hogy én másoltam őt. Van három gyerekem, de sikerült a házasságból kilépni, mert éreztem, hogy valahol ugyanazt teszem, amit a mama. Viszont most azt látom, és a kérdés itt jön, a lányomnál ugyanezt. Hogyan tudok neki ebben segíteni, hogy ő ne 40 vagy 50 évesen jöjjön arra rá, hogy ő meg engem másolt, mert ő meg azt látta, amiben én éltem, még ha ez rövidebb időtartam is volt. Meg kell hívni a férjét vacsorára. Lányoddal együtt természetesen. És el kéne beszélgetni, hogy hát édes lányom most, vagy engem másolsz, vagy a nagyit, de az biztos, hogy válaszút elé fogsz kerülni. Egyébként minden normális házasságban időről időre válaszút elé kerülnek, mert ha eléggé őszinték önmagukhoz és a másikhoz, akkor biztos, hogy válságokat fognak megélni. És a válsághelyzetben mindig az az utolsó szó, na, életem együtt maradunk, vagy sem. Eddig leraktunk ezt és ezt és ezt az asztalra, ilyenek voltunk egymáshoz, olyanok még nem voltunk egymáshoz, együtt maradunk, vagy sem akárhány orgonal síp van ott az asztal oldalán. És meg kéne nézni, hogy melyik segít többet. És akkor el tudsz vonatkoztatni attól, hogy most lemásolom-e apukát és anyukát, nagypapát és nagymamát, vagy se. Én egyiket se tenném. Én nem másolnék senkit, és nem követnék vakon senkit, és nem próbálnám meg azt, hogy én mindenáron különbözzek. Tehát egyik embert sem lehet százszázalékosan elutasítani vagy követni. El lehetne dönteni, hogy a szülői mintákból ezt követem, a másikat nem. Attól még az apám az apám. Ez nekem nagyon nehéz volt. Anyai mintákból ezt és ezt követem, beépítem mondjuk a párkapcsolatomba, a másikat nem. Tehát ne abszolútnak vegyük a másik karaktert, hanem relatívnak. És akkor jobban látjuk a karmát. Különben mindig lemásolnánk azt, hogy hát az én szüleim elváltak, amikor kicsi voltam, én is el fogok Húrá! És akkor mit csináltam? Semmit. Kopipésztáltam a korábbi karmát úgy, ahogy van. Nagyapám? Nagyapám négy gyereket nevelt föl. Első világháborúban két csatahajót lőttek ki alóla, legyek én is haditengerész? Késő. De megköszöntem az öregnek, hogy az volt, és mindent elmesélt. Fantasztikus volt. Tehát nagyon-nagyon komoly az, hogy ne maximákban gondolkodjunk, és ne fekete-fehérben, mert ugye a szélsőségek azok nem vezetnek jóra. Köszönöm szépen. Szívese. Egyszer régebben úgy fogalmaztam meg, hogy én a zengyakorlásomnak a haladását abban szeretném mérni, hogy mennyire tudok az adott pillanatokhoz kapcsolódóan vicceket bedobni ami csak így jön. Néha jó leső érzéssel tapasztalom, hogy sikerül elkapni egy-egy fonalat, de így van egy elégedetlenség, vagy egy ilyen frekvencia történet, hogy még nem érzem, hogy annyira jól menne ez a Szakadozik tolog. a wifi? Nem tudom. <laughs> Mondjuk, igen. Hát ma tényleg szakadozott. Hogyha folyamatosan jelen vagy, akkor tud kapcsolódni a helyzethez és az emberekhez. Ha a karmát közbe szól, akkor beindul a szűrés, beindul a rétegzés, beindul a részleges látás. És nem csak akkor vagy jelen, amikor éppen be tudsz dobni egy viccet, hanem akkor vagy jelen, amikor te teljesen harmonikusan, hézagmentesen tudsz megnyilvánulni, legyen az segítség, vagy valami más. És az igazi kérdés szerintem nem csak számodra, hanem úgy mindannyiunk számára, hogy, hogy mi az elég? Mindenből mi az elég? Ami nem kevés és nem sok. Jó? Egyéb kérdés? Én a személyiségzavaros emberekről szeretnélek kérdezni. Pszichopátia, hát szociális. Még sorok kérdezed? hát annyi féle van. <laughs> Tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy honnan tudhatom azt, hogy ez nem csak az én téves nézetem, ha valakiről azt feltételezem, hogy ő ebbe a kategóriába tartozik. Következésképp valószínűleg nem is tudok segíteni neki. A kérdésem arra vonatkozik, hogy én honnan tudhatom, hogy az nem az én téves nézetem, és ővel tényleg olyan probléma van, amikor azt kell mondani, hogy viszontlátása. Az egyedüli megoldás az, hogy visszamész az ókori Görögországba. Kinyitod, a szótárat, amit ott nyomtattak pár ezer évvel Gutenberg előtt, és megnézed a psziché és a pátosz jelentését. A psziché a lélek. Ez világos. A pátosz viszont a szenvedély, angolul passion, ugyanonnan jön. Tehát az a lélek, amelyet megbetegítette saját szenvedélye, az a pszichopata, a beteg lélek. A pszichopata Képtelen az együttérzésre. és nagyon sok okos, ambiciózus, sikeres, jó szituált, elképesztően gazdag és hatalmas ember, pszichopata, ahogy a szegény, a büszke, az elképesztően észre nem vett sorsú ember tömegben is van ilyen. Oké? Okay? Honnan ismered fel? Onnan, hogy van olyan karma, amit ő teljesen abszolútnak és változtathatatlannak gondol és ő azonosul is ezzel. És ez a beteg lélek, ez képtelen a másik nézőpontjának a megértésére, vagy felvételére. Minél több ilyen abszolút bilincs van a téves nézetek szintjén benne, annál szenvedélyesebben követeli a maga igazát. Annál inkább úgy gondolja, hogy neki és csak neki van igaza. Annál inkább elvész a múltban, vagy a jövőben. Képtelen jelen lenni, képtelen a másikat látni, érezni, esetleg a nézőpontját átvenni, belebújni a kabátjába egy picit, anélkül, hogy ellopná, ugye? És a pszichopata az a nagyon-nagyon erős ego, és képtelen mások jólétét, harmóniáját elfogadni. Több más gyönyörű fogalom párosulhat még emellé, most maradjunk csak ennél. Tehát ez nem a te véleményedtől függ, ez annak a léleknek az állapotától függ, ha teljesen pszichopata képtelen felismerni a helyzetet. Mindig csak az ő verziója jó. Képtelen helyesen kapcsolatot teremteni, mindig vagy uralkodni akar, vagy szélsőségesen alárendelődni a másiknak. Oda vagy vissza. De az, hogy legyen egy normális, szimmetrikus, kiegyenlített, oda-vissza játszó kapcsolat, na az nincs. És ezért nem is tud együttműködni. Úgyhogy nézd meg, hogy egy beteg lélekkel állsz szemben, vagy sem. És van egy alapszabály, ahol a te lelked beteg, ott van egy vakfoltja. Mint egy bőrkeményedés, ahol nem érzed annyira az ingert, mint egy normál bőrfelületen. És ahol a te vakfoltod van, ott az ő pszichopata voltát sem fogod meglátni. Ezért van az, hogy a hasonló mentalitásúak tömörülnek, és egymásban erősítik azt a betegséget, amit magunkból nem szedtek ki. Mit lehet kezdeni az önféltéssel? Megöllek, például. Az biztos ki fog hozni onnan. kaptam a hogy egy olyan tört, az fantasztikus. Nekem is van. Akkor harcolunk. Kellene kettő-kettő, mert igazából az olyan, amikor a jobb és a bal kézben egyaránt van egy. Az biztos, hogy semmilyen önfértés nem vagy, nem tudszünk bekapaszkodni. kapaszkodni. Győzöl vagy meghalsz? Így ha az önféltést egy kicsikét kiterjeszted, akkor látod, hogy azért nincs mitől félni, mert mindenképp meghalsz. Meg én is. Mit akarsz félteni? Mit akarsz megőrizni, ami nem múlna el? Valójában mitől félsz? Még nem tudom. Akkor nem félsz. Tartsd meg ezt a nem tudomot tisztán, anélkül, hogy elnyomna, vagy megteremteni a bármit. És hogyha ez a nem tudom teljesen nyilvánvalóvá válik, abban nem lesz se remény, se félelem. Azt kívánom, hogy mindannyian tartsuk meg ezt a tiszta tudatot, amit már kb. 670-szer körül jártunk, és akárhányszor körül járunk, mindig azt érzed, hogy egy lépéssel közelebb került. Pedig minél többet gondolkodsz róla, annál messzebb vagy tőle. És éppen ezért az én együttérzésem ott ér véget, ahol a te spekulatív gondolkodásod kezdődik. Kérlek szépen ne gondolt túl, mert akkor eltűnök a horizonton, így szerbusz. Hogyha mered azt megtenni, hogy dualisztikus gondolkodás nélkül itt ülsz, és nézel ki a fejedbe, akkor már egy lépéssel közelebb kerültél a buták és pátriárkák útjához. Ha teljesen meghaladod azt a szemét, akit magadnak gondolsz, akkor belépsz a bóthiszatvák előszobájába. És hogyha tapasztalod igazi önvalódat, akkor az univerzum összes vécéjét egyetlen egy mozdulata a zsebkendővel teljesen tisztára törölted. Ezek után lehet más lényeknek segíteni, hogy felébredjenek, és megtegyék ugyanezt. Köszönöm, hogy együtt gyakorlunk, köszönöm a figyelmet.